Az állatvédők különösen nagy hangsúlyt fektetnek az ivartalanításra, elsősorban a szuka kutyákat és a nőstény macskákat illetően. Mint ahogy Varga Károlyné a kanizsai állatmenhelyet működtető egyesület elnöke fogalmazott, erre elsősorban a felesleges szaporulat megakadályozása miatt van szükség. Ezek a feleslegesen megszületett kis állatok, ezek nagyrészt az utcán vagy a menhelyeken kötnek ki. Esetleg egy olyan gazdánál, akire sikerült rásózni, és utána pedig meggondolja, és mégsem kell neki, vagy nem úgy viseli gondját, ahogy kellene. Az ivartalanítást egészségügyi indokok is alátámasztják. A műtét elvégzése megakadályozhatja bizonyos betegségek kialakulását, mint például a méhgyulladás, az emlődaganat. Az akció részleteivel hamarosan jelentkeznek az illetékesek. Minden évben igyekszünk ilyen akciót szervezni. Az idei évben Nagy a város önkormányzatának támogatásával sikerül ezt megvalósítani, amelyre már most gondolkodhatnak a gazdák, hogy szeretnének -e jelentkezni. Ez szukakutyákat fog érinteni. A bővebb információkat hamarosan közzéteszi az Egyesület a hivatalos weboldalán, illetve közösségi oldalán.